gitárra lehet látni, vagy gitárra máshogy nagyon nem létezem. A kárpátaljai kultúrkaraván programja keretein belül került sor. Mező Misi, a népszerű magyar énekes-gitáros zenész, a Magna Cum Laude zenekar frontembere Mesélő című előadására a Munkácsy Mihály Magyar Ház rendezvénytermében. Sztár vendégeket hoz a kárpátaljai kultúra karaván többek között más programok mellett is, és most pedig Mező Misi látogatott el a kultúrkaraván program keretében három helyszínre Kárpátalján. Mező Misi egy különös, nagyon személyes programot hozott el, hiszen végig az életébe enged betekintés, és ez dalokkal kíséri, vagy önmagát kíséri dalokkal a személyes történetei mellett. Köszönjük szépen az adományokat mindenkinek! A koncert a hagyományokhoz híven jótékonysági jellegű volt. Kodlotyák Krisztina, a kárpátaljai kultúrkaraván igazgatója elmondta, a felajánlásokat azok a családok kapják, akik családfőjüket vesztették el a háborúban. Minden egyes alkalom jótékonysági alkalom, az felnőtt alkalmak. Ezeken olyan fiataloknak gyűjtünk, akik elveszítették a család fenntartót, és most már egész szép összeg gyűlt össze, úgyhogy ezen a héten a Mező Misi mesélőjén ki is osztunk három ilyen támogatást három családnak. Munkácson egy család veszi át, és Nagydobronyban a nagydobronyi kistérség két családjának tudjuk ezt most átadni. Én mindig is csapatjátékos voltam, szeretem, hogyha körülöttem vannak a zenésztársak, és együtt alkotunk valamit. Mező Misit legtöbben a Magna Cum Laude zenekar énekeseként ismerik. A megszokott, dinamikus koncertekkel ellentétben a zenés-prózai mesélőben a művész élettörténeteit osztotta meg a nagy érdeművel. A zenész énekes először járt Kárpátalján. A felkérésre habozás nélkül igent mondott. Én nem semmit nem gondolkoztam ezzel, nekem ez természetes volt. Engem nem riasztott vissza az, hogy milyen helyzet van most itt. Érdekes mód. Nagyon sok ember a környezetemben, mikor közé tettem, hogy itt fogok tartózkodni egy jó pár napot, és három mezőmisi mesélő, ez volt az első kérdésük nekik is, hogy nem félsz? És mondtam, hogy hát mit? Hát én, hogy a Isten velem van, akkor ki van ellenem? Most vagyok itt először Kárpátalján, én még nem voltam soha. És érdekelt, és ez nem szegte kedvemet, az sem, hogy ilyen helyzet van most itt. Szörnyű ez a helyzet, de nem fordult meg a fejembe az, hogy bármi rossz történne. Épp az ellenkezője fordult meg, hogy itt csak jó történhet velem. A tuccia mi romando, mi romando, la voma che ne visto, la voma. Mesélőben történetek és különböző stílusú zeneszámok váltották egymást. Zenész vagyok, én mindenféle fajta zenét szeretek, viszont a mesélőn is említettem, hogy vendége lehettem a Pánográsznak, 30 éves Pánográsznak, és akkor úgy jöttek az emlékek, úgy visszautaztam időben is az én szülőfalumba, és jöttek azok az emlékek, hogy milyen együttzenélés volt a családdal. Kicsit újraéltem a gyerekkoromat. Én szeretem nagyon a népzenét. Ahogy öregszem, egyre inkább rájövök arra, hogy az egyik legősibb, legtisztább és legértékesebb az a népzenénk. De én se próbálhattam kétszer, megtehetem, ha visszanézem, s a utat egyszer a végéhez ér. Nagyon fontos, hogy az ember mit hoz otthonról magával. Szerintem az egyik legfontosabb, az határozza meg ugyanis az ember életét, hogy mit kap otthonról útravalónak, és én amellett, hogy én egy szegény családban nőttem föl, de valahogy mindig úgy neveltek bennünket, mindig a munkára és a becsületességre neveltek bennünket a szüleim, és ezt én szeretném továbbvinni. Szívem énekel, minden tobbanás legyen.
A Mesélő című előadás maradandó élményt nyújtott mind az előadó, mind a közönség számára. Úgy szuper, én megmondom őszintén, én ilyennel még nem találkoztam, és ezt most nagyon őszintén mondom, jó értelemben. Nekem mindig szívem csücske határon túljátszani. Nagyon-nagyon nagy ajándék mindig, mikor Erdélyben muzsikálunk, nagyon nagy ajándék, mikor Felvidéken muzsikál az ember, Délvidéken. Itt Kárpátalján most vagyok itt először, és itt a kárpátaljai közönség még inkább rá tudott egy lapáttal tenni, mondjuk még az erdélyi közönségre is, pedig ott is jelen van a szeretet. De itt valami más volt, ott, mikor az első nótánál azzal szembesülsz, hogy tapsolnak már az első nótánál, hogy mondom, itt valami más lelkület van jelen. Kutyát akarod felé, nyelkület megvalóki, állint a szerelem, légy az enyém. Az a mezőmisé, akit ugye a Marnakon lát, mert akit a tévéből ismer az ember, az egy személyiség, itt meg teljesen más, közvetlen, annyira, egyszerűen nem találok szavakat, mert tényleg nagyon-nagyon érdekes volt, nagyon-nagyon emberközeli volt, nagyon, tehát olyan érzésem volt, mintha nekem mondta volna. Ugye egy sima mezei ember, ahogy mondja, tehát nem nincs elszállva magától, nem egy, nincs ez a sztár. A kárpátaljai turnéja során Mezőmisi Mesélő című előadásával három helyszínen, Munkácson, Jánosiban és Nagydobronyban lépett fel. Mindig kifogott.